szeretettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, aki megjelent, üdvözlöm a képviselőtestület tagjait, üdvözlöm a jegyzőasszonyt, a hivatal dolgozóit, illetőleg az intézményeknek a dolgozóit külön még, és ezen kívül otthon a tévénézőket. Megkezdenénk a mai testületi ülésünket. A testületi minden egyes tagja megjelent, így határozatképesek vagyunk, és arra szeretném kérni a testület tagjait, aki egyetért a kiküldött napi rendi pontokkal, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, 9 igennel egyhangulag elfogadtuk. És akkor rátérnénk a napi rendi pontokra. Először a jelentés lenne a két ülés között, ti eseményekről. Ezt szeretném elmondani. Tisztelt képviselőtestület, Ács város önkormányzat képviselőtestülete 2024. március 20-án tartotta legutóbbi soros ülését. A képviselőtestület ülésen meghozott határozatokat az érintettek részére kiküldtük, a rendeleteket kihirdettük a honlapon és a Nemzeti Jogszabálytárban közzétettük. A TOP 2125KO1-2016-40-1 azonosító számú a városközpontú funkciók és a zöld területek megújítása Ácsom című projekt, a zöldváros projekt garanciális javítása megtörtént, a magasépítési rész a piaci épülete már március hónapban, a mélyépítési rész a gyárviszonyi javítás április hónapban teljesült. Szabó Bettina okleves kutya kiképző, aki 2022. október 1-től kezdődően kutyaiskolátot működtetett Ácson, írásban jelezte, hogy nem kívánja tevékenységét tovább folytatni, indokai között szerepelt, hogy sajnos időhiányában nem tudja meg, hogy működtetni a kutyaiskolát. A rendszertelenség miatt a kereslet is kicsi rá, ezért döntött úgy, hogy nem szeretné folytatni a kutyakiképzést. Ez a lépés gyakorlatilag a bérleti jog ingatlan visszaadása, amit a szerződés is szabályoz, ezt egy oldalon megtehető bérlő. Jogilag az önkormányzatnak tudomásul kell lenni a bérlő ez irányú tevékenységnek megszüntetésétől. Erről tájékoztattuk a bérlőt és megköszöntük a munkáját, közben egy kicsit tovább lépett a helyzet, mert újabb kutyaoktatóval kötöttük szerződést, aki azóta már folytatja a munkáját. Ácsváros önkormányzata és a Cardirex egészségügyi központ Győr Kft. Között 2022-9-26-án létrejött, foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására megkötött szerződés módosítását kezdeményeztük, a folyamatosan változó jogszabályi környezetre hivatkozva. Az alábbiak szerint a szerződés 16. pontja közös megegyezéssel akként módosítják, hogy bármely szerződő fél jogosult a szerződés 90 napos felmondási határidővel, indoklási kötelezettség nélkül írásban felmondani. A módosítás hatályba lépése 2024. május 1. Erről majd később szavazunk. A aláírásra került a tervezési szerződés az önkormányzat, az STS Engineering and Construction Kft. Mint fejlesztő és a Völgyzugony Műhely Kft. Tervező üdvölök között megkötött három oldalú szerződés, a 132 kW-os távvezeték nyomvonalának Komárom-Esztergom vármegye megyei rendezési tervével a beillesztése tárgyával. A szerződés értelmében a 76-2009-68 kormányrendelet szerinti területrendezési hatósági eljárás lefolytatása került sor, az egy paragrafus egybekezdés célpontja alapuló beillesztés szerinti térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózat eleme elhelyezése Ácsváros külterületén. Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánsággal támogatási szerződés megállapodást készítünk elő az Ács főutca 5 szám alatti, az Ács Bábolna rendőrös épületében megvalósítandó szolgáltatás fejlesztésről. A célzott támogatás összege nettó 143.700 forint plusz áfa, bruttó 182.499 forint. Az önkormányzat a megvalósított elkészült vagyonelemet adja. Erről megint majd a későbbiekben szavazni fogunk. Itt a egyszerűség kedvéért, ahhoz, hogy a közbiztonság javuljon Ácson, a rendőrök
avval szeretnék a itt töltött idejüket tovább bővíteni, hogy a fegyvereket itt tárolnának és itt szerelnének föl, és ez akkor nem kéne Komáromba bejárni, ezért ez itt többletidőt okozna, ehhez pedig egy vasrácsot kellett az ablakra tenni, mivel a központi, tehát a rendőrségnek a központi költségvetésében ez mostanában nem tudott volna megvalósulni, így a közbiztonság érdekében az önkormányzat ezt magára vállalta. És a hivatalos lebonyolítási módja pedig ez, amit az előbb olvastam. Az Interreg 6A Magyarország-Szlovák együttműködési program keretében meghirdetett HUSK 2302 programra az Icsi kastély felújítására benyújtott HUSK 2302.2.4/092 azonosító számú pályázatunk sajnos nem támogatott, valamennyi feltételnek megfelelt, de keretkimerülés miatt nem került támogatásra. A tájékoztató levél szerint amennyiben jelenlegi nyertes pályázó visszalép, abban az esélyben esélyünk van a támogatásra. A 2024 évi Ácskapos Fesztivál támogatására a CERF 2023 Citte Cenes Town TT projekt 10-11-57-570 Ácskapos címen benyújtott pályázatunk nem került szintén támogatásra. A képviselőtestület határozata értelmében a Betlen alaphoz benyújtásra került a testvértelepülések kapcsolatát támogató pályázat, döntés itt ebben még nincs. 2024. április 9-én megjelent ismét a Town Twinning pályázati felhívás, ennek keretében pályázatot szeretnénk benyújtani a 2025. júniusában megtartandó, tehát 2025. júniusában megtartandó Ácskapos Fesztivál támogatására az alábbi határon túli partnereink részvételével, testvértelepüléseink Olasztelek, Madar, Csalló, Közöranyas, illetve Szentpéter, Hetény és ez a Boa Bernard. Ezen, az viszont francia, ezen utóbbiakkal nincs hivatalos testvértelepülési dokumentum aláírva. A pályázat 100%-os támogatás intenzitású, utófinanszírozású összege a határon túli részvételi igazolható létszámának függvénye, melyet 116 és 129 között várható, így a támogatás összege 30.450 euró. A LEADER Bakonyai a Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyület Közösségi Civil Fejlesztések Támogatása című VP 6-19.2.1-8-7-21 kódszámú pályázatban megnyert eszközök beszerzése megtörtént, az eszközöket a Városgazdálkodás birtokra vette, hasznos és fontos tevékenységükhez lesz nélkülözhetetlen, a sőt garnitúrákat pedig a rendezvényeiken fogjuk használni. A Tatabányai Tankerület Központ pályázatot nyújtott be a vagyonkezelésében lévő, az Ásfő utca 88 szám alatt található, 1224/4 helyrajzszámú önkormányzati tulajdonú iskola épületére a TOP plusz 3.3.3-23 kódszámú köznevelési infrastruktúra fejlesztési elnevezésű pályázat keretében. Pályázat melléklete az épület tulajdonosának a fenntartási időszak végéig szóló hozzájáruló támogató iratkozata. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a későbbiekben ezt majd szavazzuk meg, és a tulajdonos hozzájárulást adjuk meg hozzá. Ezen kívül javaslom a képviselő testületnek, hogy az iskolai pályázat megvalósításához Ácsváros önkormányzata anyagilag is járuljon hozzá. Ennek érdekében kezdeményezem, hogy az előterjesztés melléklete szerinti szándéknyilatkozatot fogadja el a képviselő testülete. Ennek alapján Ácsváros önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat pozitív elbírálás esetén a megvalósítás szakaszában a kivitelezés költségehez, így módon a projekt költségvetéséhez az önkormányzat bruttó 40 millió forint forrás biztosításával hozzájárul. Ennek részleteire is a két egyenlő tervezetten 2026-27, de ez lehet 27-28 költségvetési évet terhelő részletben megfizetni kívánt támogatás felhasználásáról a projekt kedvezményezettével együttműködési megállapodást köt. Az 5 millió alatti nagyobb összegű kifizetések, Petró Nyílár Záró Kft. Ablakcsere, a Deák Ferenc 25-1-es számú ajtó lakásánál, ami összesen 511 ezer forint volt, és a másik lakásnál ugyancsak a Petró, a kettes ajtónál, ott pedig 786 ezer forint.
Csere Ferencnek a koroknak is síremlék felújítása 400 ezer, Síje Tamás épület felmérés szárda 150 ezer, külön útmérnöki iroda Kft. Ez a 11 hektár melletti útnak a felmérése, hogy útként jegyezzék be a telekkönyvbe. Ennek az elkészítése 457.200 forint, játszótér 2006 Kft. Kerékpártároló telepítése 205.740 forint, egyedi 1 Kft. Veretes emléklap, ami majd a kitüntetőknek a díjazására szükséges 200.400, Héregi László egyéni vállalkozának a Babolyvár belső felújítása utolsó folyamataira 394.000, és ugyanúgy Héregi Lászlónak a Deák Ferenc utca 25 lakásnak a felújításán 329.000, és ehhez 259.005 forint a lángtűzéptől az anyagok. Ugye itt szennyvíz cső törés volt, azt kellett megcsinálni, azt a vízvezetékszerűrőt csinálták, és utána újra kellett betonozni az alját, plusz a burkolás, meg még a fürdőkád visszaállítás, ezek voltak benne. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról szóló 23/2023 10.30-as önkormányzati rendelet 1 paragrafus 2-es bekezdésének így pontjában kapott jogkörömben eljárva az alábbi bérlő kijelölésről adott tájékoztatást. Mismás Judit Ácsi lakos, a helyi polgárőrség aktív tagja, a magánélet problémáját kért önkormányzatunk támogatását átmeneti lakhatási problémának megoldásában. Az üresen álló bérlakás állomány terhére az Ázsgyár utca 79 alatti 4-es ajtó szám alatti 37,18 négyzetméter alapterületű szoba, előszoba, konyha, fürdőhelyiségből álló önkormányzati bérlakás a körülmények alapos mérlegelését követően kérelmező részére határozott időre 3 hónap időtartama bérbe adtam a bérlete jogviszonyi időtartama 2024. április 1 és 24. június 30. Avonta fizetendő lakbér 29.745 forint. 2024. április 9-én a felvidéki madarközségben jártunk. Madar 2024. május 25-én egy határon átnyúló pályázat megvalósítása keretében családi napot szervez. A rendezvény elmondításával kapcsolatban tartottunk megbeszélést, ez egy interdekes pályázatban nyerte, ahol mint testvér település is szerepelünk. 2024. április 10-én 10 órakor a polgármester hivatal nagytermében lakossági fórumot tartottunk. A fórum témája Ácsváros önkormányzata beérkezett kérelmek, valamint saját igényeit figyelembe véve egyszerűsített eljárásban módosítja Ácsváros hatályos település rendezési tervét. Hát ez körülbelül 2 éve folyó ilyen a magánkezdeményezésre indult dolgok, amik most végre a vég felé közelednek. 2024. április 16-án 10 órakor életkezéri támogatás, valamint lakáshoz jutók támogatása átadás ünnepségre került sor. Ennek keretében 19 újszülött családja részére mindösszesen 950.000 forint összegű életkezési támogatás, míg 2 igénylő család számára 300-300.000 forint összegű lakáshoz jutó támogatása került átadásra. Az ünnepségen az Ácsi Bóvita óvoda gyermekei adtak elő kis műsort. Köszönjük a részvételőket, kedves kis előadásukat. Komárom-Esztergom vármegye katasztrófavédelmi igazgatóság, mint eljáró hatóság értesítette Ácsváros polgármesterét, hogy a Mabó Technology Hungary Kft. Mint üzemeltető képviseletőben eljáró IMSIS mérnöki szolgáltató Kft. Az Ács 021/7 helyrelő számú ingatlan vonatkozásában katasztrófavédelmi engedélyezési eljárást kezdeményezett, ezért a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építési engedélyezéshez kapcsolódott biztonsági jelentés elbírása van folyamatban. A polgármester a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmel kapcsolatban elektronikus úton tart közmeghallgatás. Ácsváros önkormányzatát honlapján való közzétetele útján 2024. április 18 napján 0 órától 24 óra közötti időszakban a közmeghallgatás kukac ácsváros.hu e-mail címen. A független monitoring vizsgálat előkészítésében jelenlegi helyzet. A Veszprémi Pannon Egyetem biokörnyezet és vegyészmérnöki kutatófejlesztő központi igazgatójával, dr. Nemes Tóthy Nándor egyetemi tanára
vettem fel a kapcsolatot, aki az intézeten belül dr. Sebestyén Viktorhoz a fenntarthatósági megoldások kutató laboratóriumának kutató csoportvezető tudományos főmunkatársához irányított. A vele történt megbeszélés alapján elküldésre kerülnek a katonai gyár engedélyezésével kapcsolatos anyagok, vagy azok átanulmányozása után kidolgoznak számunkra egy monitorrendszer. Ők ezek felépítését, üzemeltetését nem várják, de amennyiben szükséges, ajánlanak akkreditációt. És még egy információ, hogy a héten én konzultációra megyek a megyei kormányhivatal környezetvédelmi főosztályára. Kérem a tisztelt képviselőtestület az előterjesztés megtárgyalására, utána fogadja a jelentést a két ülés között időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt hatályteli határozatok végrehajtásáról. És ezt a napi rendi pontot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, úgyhogy én átadnám a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság tegnapi bizottság ülésen megtárgyalta a jelentést a két ülés között időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Azt egyhangulag támogatjuk és elfogadásra javasoljuk. Ugye van a jelentésnek 5 olyan melléklete, amiről külön kellett szavaznunk. Ezek így felsorolva a kardirekszel kötött üzemorvosi szolgáltatási ellátási szerződés, melyet egyhangulag támogatott a Pénzügyi Bizottság, a Gárdonyi Géza által Zsiskola Top Plus-os pályázatával kapcsolatban szándéknyilatkozott pénzügyi hozzájárulásról 40 millió forint összegben egyhangulag támogatta a Pénzügyi Bizottság. Ugyanehhez a pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás egyhangulag támogatta a Pénzügyi Bizottság. A rendőrségi épület szükséges fejlesztésével kapcsolatban is tárgyaltunk, és ezt is egyhangulag támogatta a Pénzügyi Bizottság, illetve a testvértelepülési kapcsolatok támogatásáról szóló pályázat benyújtására egyhangulag támogatta a Pénzügyi Bizottság. Köszönöm szépen. Valaki a testület közül, aki esetleg hozzá szeretne szólni, hogy kérdezni, amennyiben nincs, akkor én kérem, hogy amit most ezeket egyenként szavazzuk. Igen, egyenként. Jó, akkor a határozati javaslatokat olvasnám. Ácsváros önkormányzat képviselő testület a két ülés közötti időszakban történt fontos eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztés szerint elfogadta. Aki ebben egyetért, az kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igennel, azt egyhangulag elfogadta. Ácsváros önkormányzat képviselő testület az előterjesztés szerint jóvá hagyja az önkormányzat és a Kardirex egészségügyi központ Győr Kft. Között megkötött szerződés módosítást, melynek tárgyai a szerződés 16 pontját közös megegyezéssel akként módosítják, hogy bármely szerződő fél jogosult a szerződés 90 napos felmondási határidővel indoklási kötelezettség nélkül írásban felmondani. A módosítás hatályba lépése 2024. május 1. Aki ebben egyetért, kérem készfenntartásra jelezni. Köszönöm, 9 igennel elfogadtuk. Ácsváros önkormányzat képviselőtestület elhatározza, hogy a Komárom-Esztemovó vármegyei rendőrfőkapitánysággal támogatási szerződés köt az Ács főutca 5 szám alatti az Ács Bábona rendőrzsős épületében megvalósítandó szolgáltatás fejlesztésre. A célzott támogatás összege nettó 143.700 forint plusz 21% áfa, így bruttóba 182.499 forint. Az önkormányzat a megvalósított elkészült vagyonelemet adja át, felhatalmaz a város polgármester a támogatási szerződés aláírására, aki ebben egyetért, kérem, hogy készfenntartásra jelezze. Köszönöm, 9 igennel egyhangulag elfogadtuk. Ácsváros képviselő testüve elhatározza, hogy a polgárok egyenlőségi jogok és értékek program keretében megkérdetett testvértelepülési kapcsolatok pályázat felhívásra pályázatot nyújt be a projekt utófinanszírozású 100% támogatás intenzitású összköltsége 30.450 euró. Aki ebben egyetért, kérem, hogy készfenntartáson szavazzon. Köszönöm, 9 igennel. Ezt is egyhangulag elfogadtuk. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete az előterjesztés szerint jóvá hagyja a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Ács főutca 88 szám alatti 1224/4 helyre vonatkozásában. Aki ebben egyetért, kérem, hogy készfenntartáson szavazzon. Köszönöm, 9 igennel elfogadtuk. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete az előterjesztés szerint jóvá hagyja a szándéknyilatkozatot Tot az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Ács főutca 88 szám alatti
1224-4 helyrajzi szám ingatlan vonatkozásában. Aki ember egyetért, az kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, akkor 9 igennel ezt is egyhangulag elfogadtuk. És akkor a következő napi rendi pontunk lenne az ÁSZA 2023 évi beszámolója, ezt a Humán Bizottság tárgyalta, parancsolja. Köszönöm szépen, parancsoló. Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ a város területén élő számára nyújt szolgáltatásokat személyes gondoskodás terén. Három fő önálló szakmai egységet foglal az magába, az idősellátás szakmai egysége, családsegítés, illetve a gyermekölti szolgálat szakmai egysége, illetve a gyermekek nappali ellátását biztosító szakmai egység. A kapott beszámoló részletesebben az idős ellátás területén folyó szakmai munkát tudhatta be. A családi gyermekjóléti szolgálat, valamint a bölcsődei ellátást érintőlegesen tekintett át, mert ezt a két szakmai területet jogszabályi kötelezettségből adódóan a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról készült beszámolóban fogjuk majd tárgyalni és került ismertetésre. Gyakorlatilag az idősek számának és arányának a növekedése egy meghatározó jelenség mindenütt a világban. Sajnos településünk lakossági összetétele is öregszik, megegyezően az országos, illetve a megyei demográfiai adatokhoz hasonlóan. Az idősek ellátása kihívásokat rejt mind a családok, mind a hozzátartozók és az ellátórendszer számára is. Városunkban működő alapszolgáltatási központ elhivatott, hogy a városban élők számára magas színvonalú ellátást, szakmai segítséget nyújtson a felmerülő szükségek tekintetében. Maga a beszámoló részletesen tartalmazta a településünkön ellátottak körét, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, illetve a szolgálat által szervezett rendezvényekről is részletesen képanyagokkal beszámolt. Köszönjük az ellátásban résztvevőknek az általános munkát, amellyel könnyebbé teszik az ellátottak és a hozzátartozóik számára is a mindennapokat. Az intézményvezető asszony megjelent a bizottság ülésen és kiegészítette az elhangzottakat, illetve most is megkérdezem, hogy esetleg kívánja kiegészíteni valamivel a beszámolóját. Megköszönöm, hogyha egy pár szót szólhatok. Igazából valóban alkalmam volt a bizottsági ülésen részletesen a kérdésekre és a felvetésekre válaszolni, de néhány gondolatot kigyűjtöttem magamnak arról, hogy mi is az, amit el szeretnék mondani. Jelenleg a központunk megfelelő személy és tárgyi feltételek között működik. A mindennapi munkánk során a család és gyermekjóléti szolgálat a bölcsödében és az idős ellátás területén is igyekszünk arra, hogy magas színvonalon nyújtsuk ezeket a szolgáltatásokat. Azt, hogy jól és jót szeretnénk tenni, és erre törekszünk a mindennapi feladatok végzése során. Helyt kell állnunk olyan esetekben, amikor családi krízisek megoldásában kell, hogy segítsünk, időseket kell, hogy az állapot romlások elkerülése érdekében támogassunk, illetve hozzátartozókat segítsünk, és igyekszünk ezekben mindennapi megoldást nyújtani. A bölcsödében a kisgyermekek fejlesztése terén is helyt állni. Igazából ezen kívül sikeresen kapcsolódunk olyan programokhoz, ami Ács városában kerül megrendezésére. Ilyen például az idősek napja, ami az Ács város összes időséhez szól. Nagyon hangulatosra sikerült ez a rendezvény az elmúlt évben is. Nagyon sok résztvevő volt, és igazából az én egyik kedvenc szemléletem is meg tudott ennek keretébe valósulni, hiszen a generációk közötti együttműködés az nagyon fontos, és ez az ünnepség ez úgy zajlott le, hogy a fiatalabb generáció tagjai az iskolából, illetve az óvodából nagyon színvonalas műsort nyújtottak az idősek részére. Emellett szívesen kapcsolódunk olyan programokhoz, mint például a költészet napja, ahol felvétel is készül, és így az idősek megmutathatják azt, hogy a kultúra számunkra is milyen nagyon fontos. Ezen kívül tehát a városban megrendező majálisra is készülünk, és ezen is szívesen részt veszünk. Vannak olyan programjaink is, ami kimondottan az ellátotti körhöz kapcsolódnak, ilyenek például minden évben megrendezésre kerül a gyermekek napközis tábora, ezen kívül az idősek kirándulása, és a bölcsödében is igyekszünk a gyerekek és a szülők számára is színes programokat nyújtani.
A gyermekek tábora azért is fontos, mert egyrésztről a szülőket is támogatjuk abban, hogy a gyerekek felügyelete a napközis tábor ideje alatt ugye a szünidőben ne jelentsen gondot. Másrésztről a gyerekek számára is igyekszünk színvonalas programokat nyújtani, a hasznos szabadidő eltöltésére, és különböző prevenciós jellegű programok is kapcsolódnak ide. Ezen az idősek kirándulása nagyon jelentős abból a szempontból is, hogy igyekszünk a városból is kimozdulni ezeken az alkalmakon. Kihívást jelent mondjuk abból a szempontból, hogy elég idős a korosztály, és így mindig úgy próbáljuk meg összeállítani ezeket a programokat, hogy minél kevesebb mozgással ugyan, de minél több látnivalót meg tudjunk nézni, és így élvezhető legyen a résztvevőink számára ez a program. Úgy gondolom, hogy próbálunk mindenféle tekintetben megfelelni az elvárásoknak. Gyakran kapunk visszajelzéseket, van úgy, hogy ezek építő jellegűek is. Ezeket igyekszünk beépíteni a mindennapi munkánk során, ezzel is szeretnénk a saját fejlődésünket előmozdítani. A programjaink megvalósításához sok támogatást kapunk. Szeretnék köszönetet mondani Ács város testületének és a városvezetésnek abban, hogy lehetővé teszik a biztonságos működésünket. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, hiszen önnélkülük nem jöhetnének ezek a programok létre, és az önkormányzat dolgozóinak is, akiket én egy kicsit így távolabbi kollégák körébe sorolnék talán, hiszen a háttérmunka az nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk zavartalanul végezni a tevékenységeinket. Meg szeretném még köszönni a lakosság részéről a rengeteg támogatást és felajánlást, amit kapunk, hiszen ezekkel a programjainkat színesíthetjük és bővíthetjük az erőforrásainkat. Köszönöm szépen a lehetőséget! Köszönöm szépen én is. A bizottság a beszámolót megtárgyalta, és 5 idegen javas szavazattal elfogadásra javasolja. Ebben kapcsolatban valakinek mennyiben nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023 évi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. Aki ebben egyetért, az kérdésre szavazzon. És annyit szeretnék még ehhez hozzátenni, hogy mi is köszönjük szépen azt az áldozatos munkát, amit ők csináltak. Nem könnyű azoknak se, akik kijárnak a házi gondozásnál, de nem könnyű azoknak se, akik az idősek klubját vezetik, meg a családsegítőnek se. Az a helyzet azért sok mindent az ember sokkal egyszerűbbnek képzel, de amikor a jogszabályok betartásával kell előre haladni, akkor nem minden olyan egyszerű. Akkor a harmadik napirendi pontunkra térnénk rá, ez pedig beszámoló a 2023 évi gyermekjólóti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, ezt is a Humán Bizottság tervezett. Köszönöm szépen. Gyermekvédelméről, a gyámügyi igazgatásról, a települési önkormányzat a gyermekjólóti és gyermekvédelmi feladatainak a ellátásáról minden év május 31-ig külön jogszabályban meghatározott tartalommal egy átfogó értékelést készít. A beszámoló tartalmai követelményeit egy kormányrendelet határozza. Ezek közül a legfontosabb pontot párat felsorolva ide tartozik a település demográfiai mutatói különös tekintettel a 18 éves korosztályig terjedő adatokra, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítására, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatására, illetve maga a beszámoló bemutatta a jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat. A beszámoló mindenre kiterülő módon táblázatokkal, grafikonokkal szemléltette a leírtakat, az ellátásban részesülőkkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. A beszámoló tartalmazta a Pityhang bölcsödével kapcsolatos információkat is, mivel a településünkben a bölcsöde az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ telepjeként működik két csoporttal. Rintén vezetőasszony szót ejtett a napi feladatállátás nehézségével kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy minden köszönettel tartozunk a területen dolgozó, de leginkább a gyerekek hiányt elkötelezett segítő szándékú dolgozóknak, akik ebből a munkából is részt vesznek. Ugye az előzőkből kiderült, hogy az intézményvezetőasszony a bizottsági ülésen részt vett,
Nem tudom, ezzel a ponttal kapcsolatban szintén kívánsz hozzászólni? Egy-két gondolatot, hogyha van rá lehetőség, akkor köszönöm, hogyha meghallgatnak. Igazából ugye ebben beszámolóban a család és gyermekjóléti szolgáltatásnak a szakmai terület, illetve vagy a szakmai elvárások szerinti beszámolója történt meg, illetve a bölcsőde a gyermekek napközbeni ellátása kapcsán. A család és gyermekjóléti szolgálat munkatársainál azt szeretném még kiemelni, hogy a városban megjelenő problémák, tehát a mindennapi tevékenységen túl a városban megjelenő problémákhoz kapcsolódóan is próbálnak preventív munkát végezni. Ez, ahogy említettem az előzőekben, a gyermekek napközbeni táborában, illetve ott is szemmel vagy figyelemmel kísérhető, hogy különböző lehetőségeket keresnek arra, hogy a felelhető problémákat kezeljék, illetve prevenciós ötleteket azt vigyék tovább. Ezt jelzik itt a jelzőrendszer tagjai számára is, és így közös együttműködés tud kialakulni ebben az ügyben. Most például nemrégiben kezdődött egy drogprevenciós előadási program, ami az iskola keretében működik, illetve ezeket a problémákat tovább jelzik a központ felé is, hiszen a központnak a Család és Gyermekjóléti Intézménynek Komáromban van arra lehetősége, hogy iskolai szociális munka keretében orvosolja ezeket a lehetőségeket, és hogy ő is különböző programokkal segítse a probléma megoldást. A bölcsődében kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy itt is nem csak a gyermekek számára készülünk különböző színes programokkal, hanem igyekszünk szem előtt tartani a szülőknek is a különböző érdeklődési körét. Hát ebben nem vagyunk annyira egyszerű feladatban, de próbáljuk olyan útvonalra terelni, hogy fel tudjuk kelteni az érdeklődést. Igazából az előző évben volt szó a gyermekek balesetének elkerüléséről, dr. Papp Krisztina tartott nálunk előadást csoportos foglalkozás keretében. Ezen kívül volt dalolászó délután, és lehetőség volt még gyermekjóga dolgairól is érdekességeket hallani. Azt még el szeretném mindenképpen mondani, hogy a 2024-es nevelési évben 18 felszabaduló férőhely van, és erre jelenleg 24 igény került benyújtásra. Ezt nem tudjuk még jelenleg orvosolni, bízunk benne, hogy erre majd a későbbiekben lesz lehetőség. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen mi is a kiegészítést. A bizottság a beszámolót megtárgyalta, és 5 igen szavazattal szintén elfogadásra javasolja. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdés, amennyiben nincs. Parancsoljon. Köszönjük szépen az intézményvezető asszonynak a tájékoztatást. Tegnap azért meglepően tapasztaltuk azt, hogy a veszélyeztetett gyermekek kiemelt számban vannak jelen a településen. Erről beszéltünk, és az intézményvezető azt mondja, hogy több mint 80 fő, úgy beszéltük, azt hiszem, úgy emlékszem, 80 vagy 83 főről beszéltünk, hogy ennyi volt az elmúlt időszakban, aki veszélyeztetett gyermekként nyilván tartott. Itt a fő okokat is felsorolják ebben a beszámolóban. Itt elsősorban 4 csoportra osztja a környezeti problémákat, elsődlegesen magatartási főcsoportra, anyagi és egészségügyi főcsoportra, és amint láthatjuk a beszámolót, volt olyan is, hogy hatósági intézkedéssel érintett körök is alakultak ki. Hát sok erőt kívánok én ezeknek a problémáknak a megoldásához az intézményvezető asszonynak. Ezt a bizottság ülésen átbeszéltük és áttárgyaltuk, csak ezt szerettem volna így kiemelni esetleg ebbe a beszámolóból. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Még valaki esetleg? Jó, akkor amennyiben nincs. Határozati javaslat. Ácsváros önkormányzatának képviselő testület az előterjesztés szerint elfogadja a 2023 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A kérdését kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, akkor kérdezik. Ezt is elfogadtuk egyhangulag. A médiák beszámolója a következő, ezt is a Honvéd Bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen. Megkaptuk a médiák beszámolóját, ami az Ácsírekre, illetve a Ácsi TV-re vonatkozóan került előterjesztésre. Egyik beszámoló készítője sem vett részt a bizottsági ülésen, így gyakorlatilag a bizottság azokból a információkból tájékozódott, ami a beszámolóban megjelent. Pár mondatban talán összefoglalva, hogy a lakosság is értesüljön belőle. Az Ácsírekkel kapcsolatban a tavalyi beszámolótól számított időszakban 11 alkalommal jelent meg az Ácsi hideg. Némileg változott a korábbiakhoz képest a anyaga. Nagyobb fatartalmú papírra készül ma a papír, ezáltal költséget takarít meg a
település, illetve a ezzel kapcsolatos kiadás. Az újság struktúrája gyakorlatilag változatlan, a városházi hírek, önkormányzati közlemények, közérdekű adatok és közérdekű elérhetőségek mellett helyet kapnak a különböző intézményeknek a hírei. Természetesen a újságszerkesztői szívesen fogadnak különböző témába íródott közérdeklődést kiváltó írásokat is. Az újság azt gondoljuk fontos írforrása a városnak, sokak számára szolgál hasznos információkkal, megőrizve az újságot kordokumentumként szolgálhat gyakorlatilag mindenki számára. Az Ácsi TV beszámolóját Dobson Mihály készítette, aki gyakorlatilag 30 éve működteti a kezetektől fogva a helyi televíziót a településen. Ez alatt az idő alatt gyakorlatilag az összes testületi ülésről, közmeghallgatásról, nemzeti ünnepeinkről, településünk minden fontosabb eseményéről felvétel készült. 11 éve gyakorlatilag digitális formában is archiválásra kerülnek a felvételek, és ezek internetes felületen elérhetővé válnak. Ezek azóta 5 milliós nézettséget értek el. Ezek révén, vagy erévén a településről más településre, vagy külföldre távozók továbbra is értesülhetnek a szülőfalujukban történtekről. Tavaly decemberétől az önkormányzat megbízásából megkezdődött a régebbi analóg felvételeknek a digitalizálása. Ezek a felvételek a fentiekben említett helyekre ugyanúgy felkerülnek, mint az aktuális események, és hát a statisztikák szerint a régebbi felvételek nézettsége és népszerűsége meghaladja a napjainkba készített anyagokét, vagy felvett anyagokét. A képújságról szintén szó van, szintén elérhető az is az internetes felületen, illetve hát az ott megjelent információk gyorsabban olvashatók, görgethetőek, kereshetőek az információk. A tavalyi év elejétől az önkormányzat megbízásából Dobson úr munkáját Polai János is segíti, így lehetőség van több kamerás felvételre, ezáltal színesebb, változatosabb videók készítésére. A bizottság ezúton is megköszöni mindkettőjük munkáját, és megtárgyalva a beszámolót, a bizottság mindkét beszámolót 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban amennyiben nincs, akkor én nyújtsam a 2 határozati javaslatot. Ács város önkormányzatának képviselő testülete elfogadja az Ácsi Hírek szerkesztőségének beszámolóját. Aki ebben egyetért, azt kérem, hogy készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, 9 igen szavazattal egyhangulat elfogadtuk. Ács város önkormányzatának képviselő testülete elfogadja az Ácsi Városi Televízió szerkesztőségének beszámolóját. Aki ebben egyetért, azt kérem, szintén készfeltartásra jelezze. Köszönöm, 9 igennel egyhangulat elfogadtuk a médiák beszámolóit. Vagyis most ebben az esetben Ácsi Városi TV beszámolóját. A közösség együttélés szabályról szóló rendelet módosítása, ezt az ügyrendi bizottság tárgyalta, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. A közösségi együttélés alapvető szabályról és elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló 20/2023 önkormányzati rendelet módosításáról van szó. Itt igazából a közigazgatási bíróságoknak az összeghatára változik ebben a rendelet módosításban. Az ügyrendi bizottság az előterjesztés szerint megtárgyalta, átbeszélte, és 5-1-ben hangvigyen eljavasolja a képviselőtestületnek elfogadása. Köszönöm, annyit szeretnék csak Attila hozzátenni, hogy ugye az önkormányzati rendelet a szankció törvényben foglalt összegektől nem térhet-e, ezért szükséges ez a módosítás. Ebben kapcsolatban valakinek valamilyen kérdése, amennyiben nincs, akkor én olvasnám a döntési javaslatot. Ács város önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja az Ács város önkormányzata képviselő testületének önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályra és elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló 20/2023-9/29 önkormányzati rendelet módosításáról, aki ebben egyetért, az kérem, hogy készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, 9 igennel elfogadtuk, és akkor a következő az a közétkeztetés beszerzési eljárás indítása. Ezt a pénzügyi és a településfejlesztési bizottság tárgyalta.
Láncsolják. Köszönöm szépen a szót. Közétkeztetés beszerzési eljárás indítására azért van szükség, mert a jelenleg szolgáltató Delirest Kft. Szerződése 2024. augusztus 31. napjával lejár. A közétkeztetés az önkormányzat egyik fontos feladat és nagyon komoly kiadással is jár évente. Jelenleg mi azt tervezzük, hogy 2 évre bíznánk meg azt a vállalkozót, aki megnyeri ezt a beszerzési eljárást. Így 3 árajátot kell bekérni az önkormányzatnak a feladat elvégzésére. Az anyag tartalmazza azt a 3 céget, akit felkérnék ajánlattételre. Ezek a Delirest Kft., Budapest Irinyi József utca, az Itrend Arabona ZRT, Győr Hunyadi út, Ördögkonyha Kft., Győr Mészáros Lőrinc utca 3 cég lenne. Ennek a 3 cégnek a meghívásával a pénzügyi bizottság egyhangulag egyetértett, illetve az anyag mellékletét képező ajánlatételi felhívás tartalmával is egyhangulag egyetértettünk és elfogadást javasoljuk. Köszönöm szépen, valaki ezzel kapcsolatban. Jó, akkor én a határozati javaslatot olvasnám. Ács város önkormányzat képviselő testülete elhatározza, hogy ajánlatokat kér be az alábbi szervezektől az ajánlattevő főzőkonyhójából kiszállított ételekkel közétkeztetési szolgáltatás nyújtására Ács város közigazgatási területén működő önkormányzati és állami fenntartási, nevelési, oktatási és szociális intézmények részére tárgyban. Az egyik ugye már az említett Delirest Kft., a másik az Itrend Arabona és az Ördögkonyha Kft. Aki ebben egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással ezt jelezze. Köszönöm szépen, 9-1-en egyhangulag elfogadtuk. És Ács város önkormányzat képviselőtestülete elhatározza, hogy előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ajánlattevő főzőkonyhájából kiszállított ételekkel közétkeztetési szolgáltatás nyújtására Ács város közigazgatási területén működő önkormányzat és állami fenntartású nevelő oktatási és szociális intézmények részére tárgyú ajánlattételi felhívást felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívások kiküldésére. Aki ebben egyetért, azt kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, ezt is 9 igennel elfogadtuk. Következő napi rendi pontunk a Művészeti Ház szolgáltatási tervének, képzési tervének elfogadása, ezt a Humán Bizottság tervet. Köszönöm szépen. Zácsi Bartók Béla Művészeti Ház könyvtár és városi sportcsarnoknak szolgáltatási tervet kell készíteni a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi szinterek követelményeiről szóló rendelet alapján. Ezt kaptuk meg 12 oldal terjedelembe. A kapott anyag tartalmaz az intézmény 2024-2028 időszakra vonatkozó képzési és beiskolási tervét is, melyet a mellékletben a bizottság szintén megkapott. A bizottság megtárgyalta a jelentést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. Ez egy rendeletek és törvények által előírt kötelezettség, amit a művelődési háznak meg kell csinálni, és nekünk meg hát el kell fogadni. Olvasnám a határozati javaslatot. Ács város önkormányzat képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház könyvtár és városi sportcsarnok 2024 évi szolgáltatási tervét, 2024 és 28 éve képzési tervét, valamint a 2024 évi beiskolázási tervét. Aki ebben egyetért, azt kérem, hogy készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igennel egyhangulag elfogadtuk. Az AMSK intézményvezetői megbízás szintén a Humán Bizottság tárgya. Köszönöm szépen. Lácsi Bartók Béla Művelődési Ház könyvtár városi sportcsarnok intézményvezetői munkakör betöltésére 2021. április 30-ei Balogatira kapott megbízást, amellett, hogy az intézményvezetői munkakör betöltésére pályázati felhívást folyamatosan fenntartja az önkormányzat. 2024. március 15-i pályázat beadási határidejéig a vezetői munkakör betöltésére a pályázat nem érkezett be, és mivel a jelenlegi vezető Balagh Attila megbízatása április 30-án lejárt, ezért szükséges újabb megbízást adni számára, mert gyakorlatilag az államcsisztár tájékoztatása szerint nem lehet több 120 napnál
Ugye ez már egy többszörösen, szinte 120 naponta ismétlődő napirendi pont. Gyakorlatilag a bizottság megtárgyalta, és természetesen további 120 napra ismételten Attilát megbízza, és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozatot. Köszönöm. Ez már tiszta rutin feladat. Olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete megbízza Balogh Attila programvezetőt az Ácsi Bartók Béla Művelődési Eszkönyvtárs Városi Sportcsarnok szervezet és működő szabályzatban foglalt helyettesítési rend alapján az Ácsi Bartók Béla Művelődési Eszkönyvtárs és Városi Sportcsarnok május 1-től 2024. augusztus 28-áig szóló időre. Aki ebben egyetért, kérem, hogy készfenntartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igennel ezt is elfogadtuk, és akkor egy hangulat, és akkor a 9. pontunk a forgalomtechnikai nyilvántartás elkészítése, amit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt. Ácsváros forgalomtechnikai nyilvántartásának elkészítése szerepel az anyagban, ugye ezzel az önkormányzatnak rendelkeznie kell, mint közútüzemeltető. A szabályzat a szakmai szabályok összefoglalása, amely részletezi a kezelői feladatokat és javaslatot tesz a kezelői intézkedésekre, azok gyakoriságára. A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magában. Igazgatási jellegű feladatok, üzemeltetés, fenntartás, ellenőrzés és vizsgálat. A határozati javaslatban megnevezik azt a céget, akivel a nyilvántartás elkészítését végeztetjük. Ugye az Útterv mérnöki szolgáltató és kereskedelmi Kft. Ennek az összege 7 millió 700 forint plusz áfa. Lenne ezzel a pénzügyi bizottság egyhangulag egyetértett és elfogadásra javasolja a testületnek. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban ez egy törvény által előírt kötelességünk, egy ilyen nyilvántartást kell csinálni, mert egy csomó olyan dolgot bepótoltunk, amit törvényír alá, de ideig nem volt meg. Még mindig marad, ami még nincs meg, de egyszerre se pénzünk, se lehetőségünk, nincs az összeset megcsinálni. A határozati javaslatot olvasnám. Ácsváros önkormányzat képviselő testület elhatározza, hogy a helyi közutak forgalomtechnikai nyilvántartásának elkészítésére és a forgalomtechnikai rend felülvizsgálatára vonatkozóan szerződést köt az Útterv mérnöki szolgáltató és kereskedelmi Kft.-vel, céggel 7 millió 700 ezer forint plusz áfa, bruttó 9 millió 144 ezer forint összegben. A nyilvántartás készítése két részletben történik. A műszaki adatok, a szintbeni közúti vasúti kereszteződések és a gyalogos vasúti átjárók adatai, a kijelölt gyalogos átkelőek adatai, a tömegközlekedéssel érintett útvonalak és megállóhelyek adatai tekintetében az elkészítés határideje 2024. október 31. Előteljesítés lehetséges, ellenértéke 3.850.000 forint plusz 27% áfa. Ez lenne az idei év, tehát a 2024 évi költségvetési tartalék terhére. A közúti jelzések és a forgalmi rend befolyásoló építmények nyilvántartási adatai és a forgalmi rend felülvizsgálat elkészítési határideje 2025. 3.31, ellenértéke 3.850.000 forint plusz 27% áfa, és ez lenne a 2025 évi költségvetés terhére. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Aki ebben egyetért, az kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, 9 igennel egyhangulag elfogadtuk. A szociális szolgáltatás fejlesztésének felvetése, ezt a pénzügyi és településfejlesztési, valamint a Humán Bizottság tárgyalta. Nem tudom, elsők esetleg a bizottságok előtt szólsz-e ehhez az anyaghoz? Hát egy picit összefoglalom, hogy az van egy lehetőség. Igazából hosszú évek óta felmerülő igényt jelentkezik az idősek ellátása terén, az otthon nyújtó szolgáltatások irányába. Én úgy gondolom, hogy sok olyan ember van és szakemberi tárcson, akik szívügyének tekintik azt, hogy az időseinket minél jobban el tudjuk látni. Ehhez lenne lehetőség egy ilyen szolgáltatásnak a keretében. A szociális központnak a tapasztalata is alátámasztják, hogy nagy szükség lenne erre,
hogy itt a közelünkben egy otthonnyújtó szolgáltatás elérhető legyen. Ez a hozzátartozó számára is indokolt, hiszen akkor nem kellene az időseiket messze távoli helyekre elmenni és meglátogatni, illetve hogyha ilyen ellátásra kerülne a sor, akkor az idősek is ugye Ács községében vagy Ács városon tudnának maradni, és azért az nem ugyanaz, mint hogy egy ismeretlen településre kellene elmenni, igénybe venni ezt a szolgáltatást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az igények meg az, hogy a szívünk vágya lenne igazából. Erre hosszú évek óta egyébként nincsen az új férőhelyek létrehozására, kialakítására lehetőség. Most viszont a közelünkben működő Bannai Szent Antal idősek otthona 2026. augusztusában befejezni kívánja a működését, és a férőhelyek átvállalásának lehetőségével kerestek meg minket. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép feladat lenne, ugyanakkor nagyon nehéz is, hiszen magas költségekkel is jár egy ilyen szolgáltatásnak a feltételeit megteremteni. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy a megvalósíthatóság feltételeit az anyagi, a szakmai és tervezési szempontból is szükséges lenne, hogy megvizsgáljuk. És kérem a tisztelt testületet, hogy tegye lehetővé az előzetes vizsgálatoknak a elvégzését, amely az előterjesztésben szerepel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az összevon bizottsági ülésen tárgyaltunk erről, és tényleg hosszú évek óta igény is, szükség is lenne egy bentlakásos idősek otthonálláson. Erről már tényleg sokat beszéltünk, mert mindig valamilyen akadályba ütköztünk. Elsősorban ugye az, hogy pótát szerezni nem olyan egyszerű, tehát a férőhelyhez hozzájutni nem olyan egyszerű ebben a tekintetben, illetve hát egy épületet, egy létesítményt kellene biztosítani erre a célra. Most úgy gondoljuk, hogy itt a lehetőség az Árdával kapcsolatban, ugye mindenképpen az Árda épülete az elsődleges terv ezzel kapcsolatban. Azzal teljesen egyetértünk, és a mi véleményünk is az, hogy egy átfogó szakmai és pénzügyi műszaki tervet kell ezzel kapcsolatban, előkészítést kell megtennünk. Ám ha ezt megtesszük, akkor én úgy gondolom, hogy ez a feladat tényleg egy szép feladat lenne, és szükség lenne Rácson, hogy ez megvalósuljon. És ilyen határozott javaslattal a pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta. A humán bizottság gyakorlatilag ugyanezeket az indokokat figyelembe véve nagy örömmel támogatna egy ilyen létesítmény megvalósítása tárcson, és 5 igen szavazattal szintén elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Valakinek ezzel kapcsolatban, amennyiben nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot, hisz az Erzsikemet, a két elnök úr az elmondta a vele kapcsolatos témát mélységeibe. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete felkéri Ácsváros polgármesterét és az ÁSZAK intézmény vezetőjét, hogy egy költségvetéssel ellátott műszaki koncepciótervet és egy szakmai pénzügyi tanulmányt készítsenek el szakértők bevonásával 2024. december 31-ig. A Bannai Szent Antal idősek otthona által felajánlott 16 férfi és állami támogatással finanszírozott szolgáltatásának az átvételéről. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igennel egyhangulag elfogadtuk. A közterületek elnevezéséről szóló döntés pénzügyi településfejlesztési bizottság tárgyalta parancsolja. Köszönöm. Az előterjesztés két közterület elnevezését tartalmazza. Egyik az a Batthyány utca és az Óvoda közén, az Óvodát összekötő szakasz, aminek a felújításáról nem olyan rég döntöttünk. Ennek vonatkozásában a Bóbita köz elnevezés merült föl, amit egyhangulag támogatott a pénzügyi bizottság, illetve a Cukorgyár mögött Martaszfalttal felújított út elnevezését Pacerhoffen-Korrád útként tervezik elnevezni, ezt is egyhangulag támogatta a pénzügyi bizottság és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Valakinek ebben kapcsolatban hozzászólás a kérdése, amennyiben nincs, akkor egy pillanat türelmet kérek. Ácsváros önkormányzatának képviselőtestülete Ács belterület 46/2 helyrehozi számú közterület Bóbita közként nevezi el.
Ácsváros önkormányzatának képviselő testület a felkérő polgármestert, hogy a köztület elnevezésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, valamint a köztületek elnevezésének nyilvántartásokban történő átvezetésének tegyen eleget. Aki ebben egyetért, az kérem készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igennel elfogadtuk. A másik Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete. Ács belterület 1794 helyrezi számú és Ács külterület 0392/33 helyrezi számú közutat és közterületet Hatzenhofer Konrád útként nevezi el. Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a közterület elnevezéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, valamint a közterületek elnevezésének nyilvántartásokban történő átvezetésének tegyen eleget. Aki ebben egyetért, kérem, hogy készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, akkor 9 igennel ezeket is elfogadtuk. A 12-es az a lakossági fórum rendezési terv elfogadásáról a pénzügyi és településfejlesztési bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen. Tegnapi összeadó bizottság ülésen megtárgyaltuk a település rendezési eszközök módosítása, lakossági fórumot követő partnerségi eljáráshoz kapcsolódó döntés az előterjesztés címe. Az anyag tartalmaz ugye a jelenléti évet, a felhívást, amely március 25-én keletkezett egy április 10-ei dátumú lakossági fórumra. Megkaptuk az erről szóló jegyzőkönyvet, ezt a bizottság áttárgyalta, megismerte, és a határozott javaslatot egyhangulag elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. Köszönöm szépen! Ebben kapcsolatban valakinek kérdése nincs, akkor én olvasom a javaslatot. Ácsváros önkormányzata a település rendezési tervmódosításának eljárás során a település tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes település rendezési sajátos rögzítményekről szóló 419/2021 7-től 15 kormányrendeletben leírtak szerint lakossági fórum keretében tájékoztatta a partnereket. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete a lakossági fórumon készült jegyzőkönyv tartalmát megismerte és megállapítja, hogy a partnerek részéről a módosítással kapcsolatban észrevétel javaslat nem volt. A partnerségi eljárás lezárja. Aki ebben egyetért, az kérem, hogy készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, 9 igennel, ezt is egyhangulag elfogadtuk. És akkor a következő az a rendezési terv módosítása. Ez egy új folyamat, ez egy lezáró folyamat volt az előbbi, és akkor kérjük szépen, hogy ezt mivel pénzügyi és településfejlesztési bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen. A rendezési terv jelenlegi módosítása három kérelmet tartalmaz. Az egyik az a Helio Energy Mir Kft. Kérelme, mely szerint napelemparkot szeretne létesíteni Ácsváros különböző területein. Több helyrezi számot is megneveztek. Legtöbb része egy kivételével ezek külterületi helyrezi számok voltak. Ugye 120 hektárt tartalmaz az ő kérelmük, ahol 50 megawatt névleges teljesítményű napelemparkot szeretnének létesíteni. A bizottság áttárgyalta és részt vett a bizottságülésen Gyárfás Henriett főépítész asszony, és úgy gondolom, hogy az ő véleményének a figyelembevételével is és saját érdekeink figyelembevételével is úgy döntöttünk, hogy nem minden helyrezi számot támogatunk és nem minden területre módosítanánk a rendezési tervet a beadott kérelem szerint, hiszen vannak olyan területek, ahol nekünk fontosabb a jelenlegi természeti értékek, a növény és állatvilág megóvása, mint egy napelempark létesítése. A pénzügyi bizottság a következő helyrezi számokat támogatta: 0436/6, 0433/23, 0471/16, 0486/7, és egy belterületi 404/270, amivel kapcsolatban kiemelten kértük, hogy a legutolsó háztól való védőtávolságot tartsák be, illetve a ház és az önkérítésük közötti területet is tartsák rendben. Ezzel a módosító javaslattal támogatta a pénzügyi bizottság a Helio Energy Mir Kft. Kérelmét, 4 igennel és egy tartózkodással. A másik anyaga, ami beérkezett, Bartal Tamás kérelme rendezési terv módosításának indításával kapcsolatban, aki a Gárdonyi Géza utcában szeretne egy kézisörfőzdét értesíteni. A módosítás nem érinti az egész környéket, csupán az ő ingatlanát.
Ezt 5 igennel elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság, illetve az FH Gasztró Kft. Kérelme volt a harmadik, ami a volt cukorgyári étterem épületével nek a későbbi hasznosítására vonatkozóan nyújtanak be kérelmet, hogy ezt úgy tudják hasznosítani a jövőben, ahogy szeretnék, illetve nem tudják, hogy mire akarják használni, de nyilván valamilyen kereskedelmi gazdasági funkciót fog betölteni. Ezzel kapcsolatban is 5 igennel támogatta és elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság a módosítást. Köszönöm szépen. Akkor én egymás után olvasnának, ha nincs kérdés, vagy parancsolatok. A pénzügyi bizottság, én voltam az, aki azt mondtam, hogy Ács külterületén olyan gyönyörű természeti értékeink vannak, hogy szinte bűn ezeket a körbekerített nagy napelemparkokat itt létrehozni, mert mi azt mondjuk, hogy egy szélkerék azért kisebb helyet foglal, és kevesebb szélkerék ugyanezt a teljesítményt tudná produkálni, mint egy ekkora területű napelempark. Mert valós dolog az, hogy azt mondja a beruházó, hogy ezek a területek értéktelenek mezőgazdasági művelés szempontjából, de épp ezek a értéktelenek területek, ezek a rétek, erdők vagy gyepek, ezek azok a területek, ahol a természetes élővilág és az állatok, a vadon élő állatok otthonra találnak jobban. Úgyhogy én ezért voltam úgy, hogy én nem támogattam ezt a napelemparkot, ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm csak a polgársukat. Jó, köszönöm. Akkor határozott javaslat, Ácsváros önkormányzat képviselő testülete elhatározza, hogy a 2941-1 Gárdonyi Géza utca 29 szám alatt a 2579 szám ingatlan támogatja a terület felhasználási mód megváltozását kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület felhasználására, a sörfőzde létesítése szükséges település rendezés termódosítási eljárást elindítja, azzal a kikötéssel, hogy annak költségét a kérelmező viseli, aki ebben egyetért, az kérem, hogy készletartáson ezzel. Köszönöm szépen, akkor 9 igennel ezt egy hangulag elfogadtuk. Következő, Ácsváros önkormányzat képviselő testület elhatározza, hogy Ács belterület 2444/2 számú ingatlan területén támogatja a területfelhasználási mód megváltoztatását gazdasági területfelhasználásra. Az önkormányzat a település rendezési termódosítási eljárást elindítja, azzal a kikötésről, hogy annak költségét a kérelmező viseli. Ez a bócukorgyári étterem. Aki ebben egyetért, az kérem készlettartásra jelezze. Köszönöm szépen, 9 igennel egy hangulat elfogadtuk. És akkor jönne az utolsó, az pedig lenne. Módosító javaslatot olvasnám. Ácsváros önkormányzatának pénzügyi és településfejlesztési bizottsága elhatározza, hogy az Ács 0436/6, a 0433/23, a 0471/16, a 0486/7, a 404/270 helyre számú ingatlanok területén támogatja a napelempark létesítését. A napelempark létesítés szükséges településrendezési termódosítási eljárást elindítja, azzal a kikötése, hogy annak költségét a Helyi-Mari Mír Kft. Viseli. Aki ebben egyetért, az kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, akkor 8 igen és 1 az mi? Tartózkodás. És akkor a napirendi pontjainkra nyílt, nagyjából végeértünk. Van még az egyebek, ebben kapcsolatban a képviselőtestületnek a tagjainak. Először van-e valamilyen parancsolják? Nekem egy van, ugye tegnap is hozzászóltam az egyebek részbe, de tegnap délután történt egy olyan dolog, ami miatt talán indokoltnak tartottam, hogy megjegyezzek egy, vagy kérek valamit az önkormányzattól. Tegnap délutáni órák, itt a általános iskola előtt, meg a templomdomb, református templomdomb előtti
utcabaszon a Bábona felé vezető oldalon egy autó defektet kapott, egy parkoló szülőjött a gyerekért, és gyakorlatilag a hegyről lejövő csapadék annyira kimossa az út szélét, hogy egy nagyon erős, éles perem alakulott ki. Most tudom, hogy ugye ez egy közút, tehát nem a önkormányzat hatáskörébe tartozó út, de esetleg meg kéne nézni, hogy egy vagy másfél köbméter duzott kővel lehet, hogy lehetne segíteni, ott elég komoly járműfal van a szülők végén, akik a gyerekeket hozzák, viszik, meg hát azért a templomba járó egy része is ott parkol. Gyakorlatilag mind a két út fele elég jól kimosott, tehát meg lehet nézni esetleg az iskola felől is, de a templomdom felüli oldal az valóban egy nagyon nagy peremmel, meg éles peremmel rendelkezik. Jó. Jó, köszönöm. Az a helyzet, hogy a közútról, hogyha írunk levelet, tehát azt megoldja az a városgazdálkodás. Jó. Rövidünk belül köszönöm valakinek még itt a parancsolja. Úrmester úr, szeretnék egy pár szót szólni, hogyha szabad. Az elmúlt időszakra egy kicsit visszakajodnák januárig, hogyha szabadna. Volt itt januárban egy bűnügyi helyzetácson, amiben helytálltak a helyi lakosok, a polgárőrök és helytálltak a rendőrök. És egy másfél-két hónapos sorozat után viszonylagos nyugalom keletkezett a településen ebből adódóan. De felmerültek bizonyos gondok, problémák ezzel kapcsolatban, amikor vannak bizonyos személyek, akik bíróság által pénzbüntetés kiszabása után a közmunkán dolgozzák ezeket a büntetéseket az önkormányzatnál. Felmerült itt olyan dolog, ami tudomásomra jutott, vagy tudomásomra hozták, hogy esetlegesen ezek az emberek le sem dolgozzák ezt a büntetést, és ezzel kapcsolatban én szerettem volna informálódni, mint képviselő, mint ügyrendi bizottság elnöke, és a jegyzőasszonyhoz fordultam, segítséget kérve ebben, mert úgy gondoltam, hogy ez egy közérdekű adat, hogy egy büntetést, ha valaki közmunkán dolgoz le, az azt tartalmazza, hogy ő kapott egy bizonyos pénzbüntetést, és azt hány napot kell, hogy ledolgozza. Próbáltam ebbe segítséget kérni, ebbe, hát nem nagy sikerrel. Először elutasításra került ez a dolog, másodjára én benyújtottam a jegyzőasszonynak egy önkormányzati képviselő feladatának ellátásához kapcsolódó adatmegismerési jogát című papírt, amit átadtam. Erre kaptam a jegyzőasszonytól egy levelet, hogy azért nem kaphatom meg, részletében nem akarom felolvasni, csak röviden, azért nem kaphatom meg ezeket az adatokat, mert bűnügyi adatot tartalmaz. És bűnügyi adatot nem láthatok és nem kezelhetek. Hát nem tudom, hogy az önkormányzat milyen szinten kezelhet bűnügyi adatot, én úgy tudom, hogy az önkormányzat nem kezelhet bűnügyi adatokat. Erre én benyújtottam a jegyzőasszonynak egy 4 oldalas választ, amiben leírom az indoklásomat, hogy mit, miért nem tartok jogosnak, és mit, miért kellene megkapnom. De sajnos folyamatosan azt kaptam, hogy én ezt nem kaphatom, meg nem láthatom. Mai napig erre még választ nem kap. Nem tudom, hogy ez esetleg van erről lépés, hogy most beleláthatunk, beletekinthetünk-e, nem láthatjuk-e. Itt igazából arról lett volna szó, hogy azok az emberek, akik olyan cselekményeket követnek el, hogy betörnek, lopnak, esetleg kábítószert árulnak, jogosítvány nélkül ittassan, bódult állapotba vezetnek, ezek az emberek, ha kisebb mértik, a cselekmény kaphatnak pénzbírságot, egy 90 000, 130 000, 200 000 forintos büntetést, amit kérheti a bíróságon, hogy itt az önkormányzatnál dolgozzák le. Úgy tudom, hogy jelenleg ez ilyen 6500 forint per nap ennek a ledolgozási tétele. És itt igazából ezt, ha ledolgozzák, itt ez nyilván van tartva, jelenlétivel, munkalapróval, meg van szabva az, hogy milyen munkát végez, hol végzi, és ennek van egy felügyelője, és aki ezt felügyeli és koordinálja. Sajnos én ebben nem kaptam tájékoztatást. Én többször jegyzőasszonyhoz fordultam, hogy én szeretném tudni, de sajnos eddig jutottunk, és ebben a témában nem. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna elmondani, ha szabad, a másik dolog, a Kinizsi Sportklub a múltkori testületülésen én felvetettem a dolgot a polgármester úrnak, hogy a ottani műfős pályáról felszedett műfüvet én tudnám esetleg úgy, mint a elmúlt évben, hogy köszönöm azoknak az embereknek, akik segítettek nekünk az óvodai felújításnál, körülbelül 65 fő volt, aki abban részt vett.
az egész nyár ráment, de nagyon szépet úgy gondolom. Hát a Kinizsiről annyit szeretnék, hogy én úgy látom, a Kinizsi egyelőre egy pénztemtető az önkormányzatnak, mert hol 4,5 milliót kell adnunk, hol emelt összeget kell adnunk. Az elnök asszony elmondása szerint még pénzügyi átadás sem történt meg rendesen úgy, hogy kellett volna. Hát ez a műfűvel az a baj, polgármester úr, hogy én amikor ezt megkérdeztem, annak a fele már nem volt meg. Én azt a választ kaptam akkor, hogy szükség van ennek a Kinizsinek erre a műfűre, mert azon fognak télen edzeni, hogy ne terheljék az élő füvet. Én úgy gondolom, hogy ebből a műfűből már szinte semmi nincs meg. Tudni való, hogy hol vannak, melyik udvarokban, hova kerültek, de ez nem az én tisztem, hogy itt most elmondjam. A másik az iskolai helyzet, ami itt a bűnügyi helyzetek és egyéb dolog között felmerült. Itt többször meglettünk szólítva abba, hogy mi rágalmazzuk az iskolát és rágalmazzuk az iskola vezetést azzal, hogy problémák vannak az iskolában. Akár a bántalmazásra, akár más dolgokra kivetítve ezeket a dolgokat. Én nagyon sajnálom, hogy ezt feltételezték rólam, hogy én rossz szándékkal voltam ez irányban. Én azt szerettem volna, hogy ez ne így legyen. Az én lányomat is el kellett vinni ásó, mert most, ahol jár, boldogan megy iskolába. Ide már sokszor sírva ment. És nem én vagyok az egyetlen. Megkeresnek szülők, megkeresnek tanárok. Elmondják a problémákat, de nyíltan nem merik felvállalni ezeket a problémákat. És most a intézményvezető asszonynak azt mondja, hogy 83 gyermekveszélyeztetéses ügy volt Ácson. Akkor ő ezzel a jelentésével alátámaszt, hogy Ácson azért van probléma a gyerekekkel, mind magatartási, mind biztos családi problémák is, megéltési gondok is és egyéb gondok is. Én ezt nagyon sajnálom, hogy ilyen feltételezés is született róla, amikor elmondtam, hogy az iskolai helyzetben is én mit látok és milyen problémákat tapasztalok. Én ennyit szerettem a polgármesterről elmondani, és hosszú vívódás után is egy hónapig én gondolkodtam ezen, hogy mi lenne a jó, mert én szeretek tenni Ácsé, szeretek tenni az emberekért. De én ezt így nem szeretném tovább folytani, polgármester úr, jegyzőasszony, és én nálam most értem el ezt a dolgot, hogy én annyit hallottam, hogy mit miért nem kaphatok meg. Én annyit hallottam, hogy mit miért nem tehetek. És annyit hallottam, hogy mit miért ne csináljak. Én szerettem ezt csinálni, de most nem szeretném tovább csinálni. És én jegyzőasszonynak át szeretném adni ezt a lemondást, és holnapi naptól én tisztelettel megköszönöm, hogy itt lehettem a képviselőtestületnek is. Nem volt egyszerű feladat, mert sokszor szinte azt tapasztaltam, hogy ne haragudjatok képviselők is, hogy sokszor csak nekem voltak néhány dolgok problémák. Ez kicsit elszomorít, mert ha óvodatetőnél is nem mondom azt, hogy tegyük félre ezt a cserepet, akkor kidobtuk volna a kukába. Vagy ez a műfű is, hogy elkértem volna, és már nincs meg. Az nem az én tisztem, hogy ebben vizsgálatot indítsak, vagy ezt megkérdezzem, hogy hol van. De az biztos, hogy nincs ott, ahol lennie kellene. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy itt lehettem. Én sajnálom, hogy így alakult. Nincs bennem harag, meg nincs bennem semmi, inkább egy kicsit csalódott vagyok, egy kicsit szomorú vagyok emiatt, de azt jelenti, hogy a döntést meg kellett hoznom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Mivel megszólított egy pár embert, akkor azért először a jegyzőasszonyt szólítottad meg. Én akkor megkérem a jegyzőasszonyt, hogy válaszoljon azokra a vádakra, amiket itt elmondtak. Hát nem válaszkodtam, olyan tényeket mondtam fogom. Olyan vádnak hallatszott. Én nem. Én papírokat tudom igazolni. Mindenkinek van saját véleménye, nekem is lehet, önnek is, ennyi az egész. Közérdekű adatigényléssel fordultál hozzám, Attila, és én kikértem az adatvédelmi szakértőmnek, és kikértem a kormányhivatalnak ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Én lettem volna a legboldogabb, hogyha az adatokat ki tudom adni, és mindenki számára megnyugtató módon tudtam volna válaszolni. Erre nekem nincs módom, nincs jogom, ezt írtam le a válaszban. A második kérdésedre, ami pedig egy 4 oldalas beadvány, ott még az adatok gyűjtése folyik, 15 napos válaszadási határidő a jövő héten fog letelni, és ezt mi határidőn belül
el fogjuk juttatni, és a választ meg fogod kapni. Tehát az, hogy mi nem válaszolunk, ez ilyen szinten nem fedi a valóságot, hiszen a második válaszadás az annak a határideje még nem telt le, az elsőre pedig nem áll módonban olyan mélységben és olyan jellegű adatokat kiadni, ami számodra megnyugtató lett volna. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy ezt az úgy veszed, hogy ez, én nem vagyok együttműködő, vagy nem, nem segítem nem, a munkádat. Nem, azért mondta, én nem arasom senkire jegyzi azt, hogy mindben nem rossz szándék. Én nem tudok más tenni, csak amire a törvény keretei között lehetőségem van. Köszönöm jegyzi azt, hogy a választ. Megmondom őszintén, ezt a négy oldalos levelet egy nagyon jó adatvédelmi szakember készítette és nem értette a dolgot, hogy miért nem kaphatok én adatokat és információt. Mi adatvédelmi szakértőnk, akivel az önkormányzat szerződéses kapcsolatban van, neki nem ez a véleménye, tehát ő neki az álláspontja más, a kormányhivatalnak is más, úgyhogy kormányhivatalhoz is lehet fordulni, ők is ugyanezt a választ fogják sajnos adni. Köszönöm, Jézus. Én köszönöm. Jó, a műfűvel kapcsolatban az a helyzet, hogy mikor a műfűves pálya felújítása volt, akkor a szakági elnök, tehát a futball szakágnak az elnöke kérte, hogy a műfűvet, mert ugyanis azt a vállalkozónak el kellett volna vinni, mint veszélyes hulladékot. De kérte, hogy beszéljek a kivitelezővel, illetőleg a megyei sporthivatalnak a ide kirendelt illetőivel, hogy ezt hagyják itt, mert ők szeretnének belőle ott azon a részen, ami ott a kiülő és a műfűves pálya között van, egy műfűves pályát csinálni azért, hogy télen ott edzenek. Ezt mondtam neked, hogy én ezt tudom, és azt is mondtam, hogy én arról nem tudok, hogy azt vitte el valaki. Utána a elnök asszonynal beszéltem ezzel kapcsolatban, és mondtam neki, hogy ami megvan, abból ne adjon senkinek semmit, ugyanis aki támogat, ugyanis rájöttek arra, hogy őnekik arra, hogy az böcsületesen meg tudják csinálni, nincs annyi pénzük. Ezért arra a megállapodásra jutottak, hogy akinek támogatja valamilyen formában a kinizsit, annak adnak belőle. De ezt én mondtam, hogy akkor tovább most már nem tudom, hogy mennyi maradt, ezt, de mondjuk nem én őrzöm, mint polgármester azt a műfüvet. Úgyhogy ez tulajdonképpen a műfűvel kapcsolatban ez a helyzet. Az iskolával kapcsolatban meg rettentően sajnálom, Attila, hogy nem jöttél el az iskola által tartott szülői értekezletre, ahol mindenki meg volt hívva, és ott nyugodtan meghallgathattad volna, és föltehetted volna a kérdéseidet, vagy a kifogásaidat ott, mert ott egy jó csomó szülő megjelent, és azoknak mindenki választ kapott rá. Amúgy annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy például az a kisgyerek, akinek ugye itt a sprével befújták a alsónadrágját, vagy a tornadrágját, az pontosan én voltam, aki elmentem a szüleihez, és mondtam nekik, hogy egy mód van, menjenek a rendőrségre, és tegyenek főjelentést. És ez az, hogy most a rendőrségen van. A többi dolog is a folyamatában van, van ott is olyan, amelyik ugye hatósági eljárás is folyik, és van egy csomó más dolog is, de hát ott is az a helyzet, hogy vannak olyan előírt a részben az iskolának a házi rendjében, másrészt pedig magasabb jogszabályokban, ahol a fokozatosság elvét be kell tartani. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani. A másik, hogy pedig ennyi olyan gyerek van, aki hátrányos helyzetű, az annak is a következménye, tehát nem, én úgy gondolom, hogy az meg elsősorban a szülői problémákból adódik, lehet, hogy van olyan is, ahol mondjuk anyagi problémák vannak, de azért nagyon sok helyen nevelési problémák is vannak, és az, hogy az iskolában ilyen a helyzet, abban nem csak a pedagógusok, hanem a szülők is nagy mértékben felelősek. Ez a véleményem ezzel kapcsolatban, úgyhogy én ezeket szerettem volna válaszolni rá. Tehát a polgármesternek teljesen igaza van. Most az, tehát ezeket a dolgokat már itt elmondtad, úgyhogy úgy látszik, hogy most, hogy
le akarsz mondani, vagy lemondottál, azért még egyszer ezeket megismételted. Azt meg én azért azt meg engedd meg, hogy nem te voltál csak az egyetlen egy ember, akinek, aki ugye voltak kifogásai, vagy bármi, ez nem vitás, hogy a cserepet te vetetted föl, hogy akkor azt a cserepet meg kellene valahol őrizni, vagy hogy valahova itt talán jó lesz. Ez így van. De azért, amikor a bizottsági ülések vannak, egy csomó dologban azért van itt más is, aki hozzászól, vagy és bőven hozzászól, meg van véleménye, meg módosító javaslata, meg ehhez hasonló. Úgyhogy például a tegnapi bizottsági ülésen a Tóth Ilona egy jó csomó dolgot elmondott, igaz? Meg azért itt kialakult egy konzenzus alapjával véve. Még te is azt mondtad, hogy még azok a területek olyanok, amelyiken olyan különlegesen vadmozgás sincsen, meg semmi sem. Úgyhogy azért ennyit szeretnék elmondani. Köszönöm, én a válaszomat megadtam. Köszönöm azt is a testületnek is, hogy azokat a területeket, amik tényleg a legszebb területeken voltak, azt kivették ebből a körből. Én szeretnék hozzászólni, hogy megütötte a fülemet, hogy a kinizsiai sporttemető, nyilván a pénztemető, bocsánat, igen, köszönöm, pénztemető. Azért nem mondjuk ilyet, mert több száz ácsi gyerek 7 szakosztályban kap lehetőséget arra, hogy sportoljon. Én nem gondolnám azt, hogy ez egy pénztemető, mert így lehetőséget tudunk adni a gyerekeknek, hogy ne otthon, hanem a szabadba vagy sportolással töltsék a idejüket. Ha szót kapsz, akkor majd szólhatsz. Képviselők vagyunk, mi szolgálunk, úgy érzem, hogy mindannyiunkhoz érkeztek kérések, hozzánk is, hozzám is fordulnak problémákkal, mert mindenki tudja, hogy vannak problémák, de én magamról mondhatom, hogy én erőmös tehetségemhez, miért aki megkeresett akár az iskolával kapcsolatban, akár közbiztonsággal kapcsolatban, én mindenkinek igyekeztem segíteni, és ezután is szeretnék segíteni. Meg amit a Pista bácsi mondott még ahhoz egy fél mondat, hogy valóban több szem többet lát, hogy azon oda épületén lévő cserepet, ugye a te ötleted volt, hogy azt tartsuk meg, hát ha fel tudjuk használni, de azt mondhatom, hogy a testület ezt egyhangulag támogató, úgyhogy ezt köszönjük szépen. Én a kinizsivel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy olyan problémák vannak, ugye, hogy van egy pályázatuk, 14 millió forintos, ami különböző okok miatt még nem fizettek ki. És ez hiányzik a kinizsi költségvetéséből. Hogyha ez a 14 millió forint megjön, akkor ugye ebből 7 milliót adott kölcsönbe az önkormányzat, de 7 az az, 2 millió az az ő saját pénzük, tehát azért akkor egy kicsit változik a helyzet. A másik probléma az pedig van az, hogy a Taobó, amit sikerült feltölteni, Taobó, de meg van határozva, hogy mit és mennyit lehet kifizetni. Akkor, amikor csak a kézilabdába egy hétvégén legalább 7 helyre mennek meccsre, ide mind buszköltség van, ezen kívül edzőköltséget kell fizetni, és ezeket valamikor 20-30 évvel ezelőtt meghatározták ezeket a kvótákat, tehát amit ki lehet rá fizetni Taobóból, azóta pedig az infláció meg különböző dolgok azok sokkal nagyobbak. Na most az önkormányzatnak kötelező feladata a sport támogatása. Ez az egyik dolog, hogy kötelező feladata. A másik dolog az, hogy az én véleményem szerint mindent meg kell tenni azért, hogy a mai ifjúság sportolni tudjon, mert én úgy látom, hogy eleve egyszer közösségben van, ami lényeges dolog, mert állandóan egymagában a telefon fölött ücsörög, tehát ez egy lényeges dolog, a másik meg az, hogy mozog, sportol, egészséges. Tehát két olyan dolog, ami miatt én úgy gondolom, hogy ez az önkormányzatnak a kötelessége, és azért a kinizsi még ideig mindig el tudott számolni a támogatással, az más kérdés, hogy hiány az lett, és az meg elsősorban ebből kifolyólag lett, hogy ez a pályázat még mindig, ez a pályázat a lőtérre nyerte a lövi szakosztály, és hát itt voltak bizonyos problémák a részben a elvégzett munka leszámlázásával kapcsolatban, hogy nem pont azok voltak beleírva, mint amit előzőleg a pályázatot benyújtottak, de most ezeknek a, hogyan mondjam, a helyreigazítása meg minden folyik, és én bízok benne, hogy előbb-utóbb meg lesz az a 7 millió forint, vagy 14 millió forint. Mert a 7 a kinizsinek belőle.
Jó, parancsolja Péter. Még egy mondat erejéig hagy szóljak hozzá én is. Egyrészt, mivel részben érintett vagyok, másrészt meg talán azért is, mert egy humán bizottságot vezetek, ahol az oktatás részben oda tartozik, még ha nem is a mi intézményünk az általános iskola. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy valakinek a becsületét besározni, az borzasztó egyszerűen megy ma. Írok a Facebookon egy bejegyzést, akár csak rossz indulatból, az gyakorlatilag pár pillanat alatt több száz vagy több ezer ember elolvassa, és sajnos nagyon sokan elhiszik. És gyakorlatilag én azt gondolom, így járt az általános iskola is. Szerintem nemtelen támadásnak a tanulói vagyunk, vagy voltunk. Én szintén nagyon sajnálom azt, hogy azon a gyűlésen, amit az általános iskola tartott, és minden pedagógusával részt vett egy késő délutáni órába. A képviselők nagy része sem vett részt, illetve a lakosság nagy része sem vett részt. Főként azok a lakos szülők vettek részt, akik egyébként rendszeresen elmennek szülőértekezetre, és gyakorlatilag problémás gyermek nem volt ott, és azt gondolom, kijelentettem azt is, hogy minden, aki egyébként kritikát folyamatosan fogalmazott meg, uszított az általános iskola ellen a lakosságot, vagy akár bejegyzéseket tett a Facebookon, vagy egyéb felületeken, és gyakorlatilag szintén nem volt ott senki. Na most igazából, ami fontos dolog, én azt gondolom, hogy borzasztói egyedülálló módon összefogva a tantestület viszonylag gyorsan létrehozott egy ilyen szülői értekezetet, ahol mindenkinek szabad, egyrészt gyakorlatilag egy óra felvezetéssel a felmerülő problémákra megpróbáltak, amiket hallottak, válaszokat adni. Nem csak az igazgató, nem csak a helyettesek szóltak hozzá, hanem egy adott területeknek a pedagógusai is. Szerintem egy nagyon kielégítő, széleskörű válaszokat kapott a lakosság, aki ott volt. És gyakorlatilag bárki bármit kérdezhetett, és kérdeztek is. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, a lakosságnak módja lett volna, hogy bármilyen felmerülő kérdésével kapcsolatban face to face, ott helyben válaszokat kapjanak az adott kérdéseikre. Bizonyosan van egy olyan betegség, hogy minden csak ácson rossz. Tehát itt rúgdalják fel a kukát, itt késik a vonat, itt hülye a gyerek, itt rossz a pedagógus. Én azt gondolom, bármilyen demográfiai mutatót, bármilyen statisztikai adatot megnézünk, szemből nem fog kitűnni Ács. Egyszerűen arról van szó, hogy Ács egy nagyobb település. Az általános iskolája, az gyakorlatilag az általános iskolák közül a Tatabányai Tankerületi Központhoz tartozóan a legnagyobb lélekszámú. Tehát értelemszerűen biztos, hogy több probléma van, mint egy 120 fős iskolában, vagy egy 240 fősbe, gyakorlatilag majdnem 450 gyermek tanul nap, mint nap. Én azt gondolom, hogy ott is elmondtam, itt is elmondtam, magas szintű pedagógiai munka folyik Ácson, mind az óvodákban, mint az iskolákban. Biztos vagyok benne, hogy azok a pedagógusok, akik tanítanak Ácson, mindenbe felveszik a versenyt, megye bármelyik oktatójával. Az egy dolog, hogy milyen helyzet van az oktatás, milyen az utánpótlás, milyen eszközeik vannak, de ezekről is szó esett, úgyhogy én azt gondolom, hogy messze menőkig visszautasíthatjuk azokat a nemtelen támadásokat, amit a iskolával szemben megfogalmazottak az elmúlt hetekben, hónapokban. És még egyszer kifejezem Van Béli aggodalmat, hogy pont azok az emberek, akik egyébként kritikával élnek ilyen esetben, ugye ott a szoba magányában irogatnak, ott meg egyébként nem vállalják fel azokat a véleményüket, amit egyébként megfogalmaznak. Köszönöm szépen. Parancsolj János, hogyha kapasz valamit, akkor mondja jól. Köszönöm szépen, polgármester úr. Nem tudom, Tati, ebben a beszédben picit engem is, hogy irogatnak, én nagyon nem irogattam. Arra a rendezvényre, amikor felkértek valakit, hogy vállalja el ezt, álljon bele az iskolába, igen, én bemertem egyedül vállalni. Nem szeretek olyan rendezvényre elmenni, amit nem én rendezek. Három nappal előtte kaptam egy üzenetet a Tamástól, hogy mire készülnek, és bizonyítani tudom azt egy hét előtte, hogy milyen tematikával fogják levezetni az egészet, és lámcsodát szóra úgy lett. Hogy lehet az, hogy ottani dolgozó tanárok privátban megkeresnek és beszélnek erről a problémáról? Öt rendőrségi ügyről tudok, ötről, a Klik Tamás egy esetről beszél. Polgármesterot szeretném megkérdezni, hogy ön írte a Kliknek a levelet? Tamás, a Klik egy esetről beszélt. Hány rendőrségi ügy van most jelen pillanatban az iskolával szemben? Egy. Akkor hogy lett, polgármester úr, öt rendőrségi ügy? A kapitány úr egyről tud. Te nem tudom, hányról tudsz, de nekem különleges információid vannak mindig. Igen, polgármester úr. Tehát akkor én hazudok.
Én ezt elmondtam, én azt mondtam, hogy a kapitány úrtól én egyről tudom. Tamás, te ott ültél mellettem, amikor azt mondtam, hogy gyere el a kapitányúnak, elmeséltem több történetet, és egyre sem mondta, hogy nem igaz. De nem erősítette meg egyiket, csak azt mondta, hogy utána azért nem volt képbe az iskolai dolgokkal kapcsolatban. Itt az a baj, Tamás, hogy itt Peti mondta, most 433 gyerek jár, igaz? 2016-ban itt 600 gyerek járt. Édesanyám 15 évvel ezelőtt 750 csomagot készített az iskolának. Pontosan információ lenne a polgármester úrnak, Tamás Peti, te mint humánbizottság elnökének, óvodavezetőnek minden évben tudomása van arra, hogy hány gyereket hova iratnak be. Mert amikor a gyerekeket beiratják az iskolába, megkérdezik, te hol viszed, Monostorra, viszed Komáromba. Nekünk egyetlen egy szerencsénk volt, hogy a gyerekünket még vissza tudtuk tartani, mert a logopédus 100%-osan azt mondta, hogy a gyerek nem alkalmas arra, hogy elkezdje az iskolát. Különben mi is nagy bajban lennénk, Tamás. Te a gyerekedet hova fogod iratni? Itt kijelentett, hogy ide fogod iratni Ácsra, Tamás? Igen. Nincs Ácson bántalmazás a vodában? Te gyerekedet nem bántották az óvodába, Tamás? Bántalmazták, vagy nem bántalmazták, Tamás? Nem egy bíróság. Vittek el onnan gyereket azért, mert bántalmaztak egy gyereket. Annak a helyére került be a te gyereket. Őt is bántalmazták. Igen vagy nem? Nagyon egyszerű választ, Tamás. Igen vagy nem? Nem szeretném olyan helyre vinni a kislányomat, ahol ütik, verik. Nem szeretném oda a gyerekemet vinni, ahol elsumákolnak ügyeket. Isten, a pedagógus üti? Nem a pedagógus, hogy Peti, soha, de soha nem szittem a pedagógusokat, az én számból soha, de soha nem hallotta ezt senki. De soha. Én nem mondtam, hogy a pedagógusok rosszak, én azt sem mondtam, hogy a pedagógusok rosszat csinálnak. Én csak azt mondtam, hogy nem normális az, hogy itt a jegyzőasszony egyszer beszéltünk, 40 gyerekről beszéltünk, Anita. Tamás, te 45-öt mondtál. Én 100 gyereket merek állítani, 80-100 gyereket elvittek Ácsról. Csak a Szent Imréről beszélnek, 48. Miért nem kértétek ki Tamás, és bizonyítottátok, hogy ez nem igaz? Tehát akkor mennyit vittek el mindent? És akkor azt is olvastuk, Tamás, hogy hobbiból viszik el a gyerekeket. Hobbiból. Ez nem igaz, de ugye én azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy ezért kellett volna neked eljönni. Ha három nappal előtte értesültél róla, akkor szerintem időd lett volna odaérni. Ott megválaszolták volna ezeket a kérdéseket. Mi nem vagyunk, nem az iskolában dolgozunk, tehát értem szerint a beszámolókkal kapcsolatos dolgokat megtettünk. De neked elmondom, mert ugye évek óta jött ez a vád, hogy a 50 gyereket, meg 100 gyereket visznek el az iskolából. Ugye régóta foglalkozom ezzel a dologgal, mert annak idején az előző testet, a Karcsi folyamatosan jött ezzel, hogy ugyanígy 50 meg 100 gyereket visznek el. Feketén-fehéren látszik, hogy nem visznek el. Van egy mozgás, értelemszerűen vannak olyan szülők, akik eleve csak divatból előszik a gyerekeiket. Vannak olyanok, akik esetleg kiemelkedő sportbeli vagy bármilyen egyéb humán vonalon kiemelkedőt nyújtanak őket, értelemszerűen elviszik 6 osztályosba vagy 8 osztályos gimnáziumba, mert valószínű, hogy az intézmény az jobban ki tudja hozni ezekből a gyerekekből azt a tehetséget. Ezekkel az égvilágon semmi gond nincs. Van egy mozgás, elköltöznek Ácsról, visszaköltöznek Ácsra. Gyakorlatilag a tavalyi tanévben ezt keresném, de ha kell, készültem volna, itt lenne, 4 plusz-minusz van. A tavalyi évhez, tehát most 433 gyerek van, tavaly 437 volt. Nincsenek 50-es meg 100-as mozgások. Abszolút nincsen. De mondom még egyszer, hogy én azt gondolom, a helye ott lett volna ennek a kérdésnek azon a fórumon, mert ők tudták volna, hogy ő keményen megválaszolni, hogy milyen gondolom. Nem kell meggyőznem az Ácsi lakosokat. A hobbira meg csak annyit mondok, én nem tudom, hogy mit jelent az, hogy Komáromba behordni a gyereket, de tudom, mit jelent az, hogy logopédushoz hetente elhordom Monostorra, mennyibe kerül a logopédus, mennyibe kerül az üzemanyag. Tudom azt, hogy fél óra, hogyha kapsz egy sorompot, fél óra, ha visszafelé jössz. A szülőknek egy óra napi plusszal kell számolni, nem kevés pénzzel. István, figyelj, az is elhangzott egyébként. Tehát a humánbizottság elnöke vagy, az óvodát, a bölcsödét, az iskolát, neked ki kellett volna vizsgálni, amikor ezek felmerültek. Az Erzsikei minisztérium, minden rendben van Péter, a bölcsödében is minden rendben volt Péter. Az én gyerekem Erzsike volt bölcsödében. Vettek ki olyan gyereket bántalmazásért, vagy nem vették ki? Nem vették ki, nem vitték át az óvodába azért, mert bántották a kislányt, ugye? És most őfíték el szintén az óvodából. Ilyen nem volt Erzsike. De figyelj, még egy családban, ahol van három gyerek, nekem három gyerekem volt. Azok is összevesztek a fene tudja hányszor. Hát most nem ám azt akarod bebizonyítani, hogy egy bölcsödés, meg egy óvodás gyerek az észre gondolkodik, mint egy felnőtt, és nem bántja a másikat. Hát azok játszanak, elveszi, akkor oda vág neki, meg ehhez hasonló. Ez egy, nem, nehogy azt hitt, hogy ez ilyen eset, ez csak Ácson fordul elő, ez bárhol máshol is előfordul. És egyébként István, csak azért mondom, mert sokan nem tudják.
Az, hogy a Szent Imrében hozzák a gyereket, és én azt mondom, hogy divat, egyrészt divat, másrészt természetesen egy Szent Imre olyan körülményeket tud egy felújított új intézményen nyújtani, amit egy ilyen lepusztult iskola sajnos, amire 30 éve nem költ az állam, vagy ami ott átvette egy forintot se, nem tud biztosítani. Komárom másik két iskoláját nézd meg, légy szíves. Olyan iskolák, amik eddig 4 osztállyal mentek, azok egyel mennek, mert onnan is elhordják a szülők a gyerekeket. Nem, csak azt mondom, ez egy tendencia. Ez egy tendencia. Ezért nem az Ácsi pedagógusokat, az Ácsi intézmény. Én sosem mondtam az Ácsi pedagógusokat, és sosem, nem mondja olyat, Peti, ami valóban soha, de soha nem szíptem az Ácsi pedagógusokat. És azt szerintem normális, hogy 12-13-14 fokban ülnek a gyerekek az iskolába. Szerintem ez normális az, hogy nem az a lényeg, hányszor fordult elő, de hát normális az, hogy fűtés, korszerűsítés után az óvodába polgármester úr nem indulnak el a kazánok. Ön szerint ez normális? Normális, hogy a termosztátot nem jó helyre rakják. Maximum 20 fokba korlátozzuk az óvodai fűtést. A lepkecsoportban én mértem 17 fokot. Önök szerint ez normális? Nem normális, ezt most is megmondom ja, neked, de mindent megtettünk érte, hogy jó legyen. Ez a lényege neki. Tudod? Ez a lényege. De meg állandóan te más nem tudsz csinálni, mint állandóan a hibákat sorolod. Tudsz te valaminek egyáltalán örülni az életben? Nem, polgármester úr, fölfogom az itt a probléma. Azokat a munkákat, amiket a óvodával kifizettek és elvállaltak, majd kíváncsi ezek, hogy az Ácsi lakosok mit fognak hozzászólni. Nem kevés pénzt fizettünk azokért a munkákért, hogy nagyon jól tudja, mert oda mentem önhöz, kikértem a papírokat, 980 ezer forintot kifizettünk. Azt mondta a polgármester, az óvodában nem lehet henkócsővel szerelni. Emlékszik rá, polgármester úr? Én ezt nem mondtam. Te mondtad, de hogy avval kell szerelni. És ő azt mondta, hogy nem lehet. Hát én meg tudom önnek mutatni. Nem, ezt ne keverjük a dolgokat. És ilyen apró piti dolgokkal itt, ezen az ülésen nem foglalkozunk. Köszönöm a véleményedet, légy szíves, foglalja helyet. Köszönöm. Ez itt most nem ennek a helye. Ez egy önkormányzati ülés. Én azt próbáltam elmondani, hogy az igazat, de engem sosem hallottak meg. Én ezt, amit te mondasz, körülbelül ötször hallottam. Ötször. Mindig az volt, hogy az Ácsi lakosokért tettünk. Több 10 millió forintot, az adományokat költöttünk. Ezt nagyon szépen köszönjük. Polgármester úr, mindig az volt a vége a temetőparkolónál, és oda mentem önhöz, oda mentem, amit a hozzátok így volt. Meg szerettem volna csinálni a temetőparkolót, nem lehetett, mert a Tamásnak kell. Akkor csinálni meg, Tamás. Emlékszel, a temetőtakarítás nem mi volt? Elmondtam az ottani dolgozóknak, hogy lesz megcsinálva a temetőparkoló. Az én ötletemet mesélted a mellettem lévő embereknek. Én beszéltem az atyával, beszéltem a Stumber, nem igaz, Balázs? Vagy Tamás nem így volt? Nem tudom, hogy miről beszél. Polgármester mondott olyat, hogy nem csináltam meg a parkot, a Tamásnak kell, vagy nem? Katalikus temetőparkolóról beszélek. Én nekem semmi közös nincsen, meg az önkormányzatnak az egyházi tulajdonban van. Akkor miért nem csinálhattam még én a parkolót? Hát ezt kérdezd meg a katolikus egyház. Nem az egyház, én mondtam, az egyház mondta azt, itt a bizottság ülésen hívtak fel, hogy Isti nem csináltad meg, hogy Tamásnak kell, csináld meg, Tamás, segíte. De miért van az, hogy amit bele akarok valamivel állni, az mindjárt azonnal mindenki azt akarja csinálni. Összeértük polgármesterünk, kimentünk, Tamás, te mit mondtál gyerek játszóterekre? Jött a Covid, és nem tudtátok, mert se 5 év telt el, Tamás. Szörnyű, hogy kinéznek azok a külterek. A Rácz Petivel mentünk ki, vele írtuk össze. Életveszélyes. De még a papírt mindig nem adtad le nekem. Ott van a polgármester úr, maga írta alá, nálam van az aláírása. Melyik? Azt mondtad, összeírod az előtt. Össze van írva, ott van önni alá. Ott nálam nincs. Polgármester úr, ön aláírta ezt a papírt, hát ön írta alá. Anita, ott voltál. Aláírta, akkor adtunk, két példányba készül. Két dologról beszélünk. Nem, anya, hogy mi kell hány darab. Ott voltál, Anita, előtted adtuk oda a polgármester úr, nem emlékszel rá, Anita? Az az óvodáké volt. Nem az óvoda, az polgármester úr, hazamegyek, föl fogom tölteni a Facebookra. Töltsed föl nyugodtan. Anita, aláírtuk, vagy nem írtuk alá? Jó, szerintem mindenféle vitatkozást hagyjunk abban. A Rácz Peti mondta azt, hogy írassuk alá, pont azért, hogy nem... Ez így volt, köszönjük pont, szépen. Anita, ott egy igen vagy nem aláírtátok, hogy nem írtátok alá, Anita. Ott ült ében te is. Köszönöm szépen, a viszontlátásra. István, még egy maradat, azért várjál, légy szíves, jó? Mert megtaláltam közben a papírt. Tehát gyakorlatilag most 433 tanulója van az iskolának. 11-12-ben 574 volt. Aztán szépen gyakorlatilag 20-ig van nekem meg az adat. 9 év alatt 81 fővel csökkent, 14%. 20 óta nincsen meg, de gyakorlatilag, hogyha meg kiszámoljuk, hogy 20-ban 493-mal zártuk, akkor gyakorlatilag azóta 60-nal kevesebb jár ide. Értelemszerűen mellé kéne tenni, hogy mennyi gyerek született, tudjuk, hogy fogy a gyerek születések száma, úgyhogy én szerintem ez leköveti nagyjából azt, hogy mondhatjuk azt, hogy amikor mi jártunk, vagy te iskolába, akkor 1100-al jártunk az iskolába.
És ebből az 500 nem azért tűnt el, mert való más volt tanul, hanem egyszerűen kevesebb gyerek születik. Úgyhogy nincsenek ilyen 100-as, meg 200-as elvonulások. Hát hoztak a hobbiból egyébből, ezt már megkérdeztem, hogy 10 év lesz. Oda jöttél volna erre, akkor pontosan... Hányat hoztak ide a hobbiból? Aki nem ide költöztek. Tudsz mondani rá statisztikai szám? Egyet? Hoztak egyet valaki? Mert szerinted vannak ilyen hobbiból gyerekben átfogó másik kerületülésre? Szerintem nem. Köszönöm szépen, hogy részt vettem ezen a szuperkáson. Jó, akkor a zárt ülés következik. Viszontlátásra.